Ugye tudja, hol találja Magyarország leghangulatosabb presszóját? A Retro Rádióban. Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég... Mai beszélgető társam Szena Dagadú. Hello, jól mondom a neved? Jól mondod, hello, igen, hello. Szia. De örülök neked, hello. Futólag találkoztunk különböző rendezvényeken, fesztiválokon, és én annyira vágytam rá, hogy végre leüljünk és beszélgessünk, mert én nagyon kíváncsi vagyok rád, és nagyon sok mindent meg lehet találni rólad a neten, de azt gondoltam, hogy legyen már a retro hallgatóknak egy ilyen teljes képe arról, hogy te ki is vagy, és honnan jössz? Én a megtiszteltetés, örülök, hogy itt vagyok. Én azt tudom, hogy te Gánában születtél, ott is nőttél fel. Igen. De már gyerekkorban is beszéltél magyarul. Így van. Tehát, hogy akkor kezdtél magyarul beszélni, amikor ide jöttél. Nem, az én édesanyám egy magyar asszony, egy gönci kislány, és ő mikor kiköltözött Gánába, nem is beszélt angolul, és bármire én születtem, addigra már valamennyit beszélt angolul, nálunk az volt az alap, hogy velünk magyarul beszél. Mm. Igen, úgyhogy én születéssel. A velünk az a testvéreid? Igen, igen, van egy nővérem, és van egy féltesom, bátyám még. Aha. Igen. És ez fordítva szokott történni általában, hogyha összejön egy férfi, aki mondjuk jön Afrikából, mondjuk itt tanul Magyarországon, akkor ő költözik ide. Nálatok ez hogy fordítva van? Nem kérdezte anyukától, hogy miért ő ment Gánába, és miért nem az apukát nem, így ide? Apámnak fontos volt, hogy visszaköltözön Gánába, neki van egy nagyon erős identitás tudatossága, és ő vágyott vissza, ő ott akart élni. De és gondolom, itt találkoztak Magyarországon, itt találkoztak, ugye? Igen. Aha. És szerencsére az édesanyám meg volt annyira, meg van annyira kalandvágyó és nyitott, és fogta magát, és kiment Gánába igazából. Ezt lehet, hogy rosszul értelmeztem, de mintha egy riportban azt mondtad volna, hogy de lehet, hogy félreértettem, hogy ki fogsz javítani. Ja. De anyukád még mindig Gánában él. Így van. Anyukád még mindig Gánában él. Te ide költöztél Magyarországra. Igen, nevetünk is ezzel elég sokat, hogy a helyet cseréltük igazából. Igen, ő is az igazság, hogy megtalálta tulajdonképpen a élete értelmét, vagy azt, ami hajtja, és ami szerelmese. Ő egy gyöngyökkel foglalkozó nő, megtalálta a gyöngyöket, a gyöngy kultúrát Gánába, és mostanra már annyira bele merült és együtt él vele, hogy egy elég komoly gyöngyész, gyöngytudós, gyöngykultúratudós, és egy tiszteletbeli antropológus a témában igazából, úgyhogy, és az annyira specifikusan a régióhoz köthető, aha, hogy azt nem nagyon lehet, mármint, hogy lehet máshol is beszélni, meg foglalkozni gyöngyökkel, de azért erősen odahúz a szíve mai napig. És gondolom, hogy ő legalább akkora, vagy annyira kuriózum ott Gánában fehér gönci asszonyként, mint amennyire te vagy itt Magyarországon. Igen, igen. De ez nagyon jó. Ezek tök jól érezzük magunkat, ő is meg én is a bőrömbe. És mondom, így jó beszélgetések, jó nevetés tárgya, de nem kinevetés tárgya, hanem így jókat röhögünk azon, hogy tényleg így cseréltünk sorsot, vagy valami ilyesmi. Milyen sűrűn találkoztok? Hát én most már egy jó ideje igyekszem majd, hogy nem minden évben Gánába lenni, főleg télen, mindig télen. Van eszem, és de van olyan, hogy most idén nyáron volt édesanyám 2 hónapot itt Magyarországon, szóval azért igyekszünk utazgatni, nem egy olcsó mulatság kontinenseket bugrálni, de igyekszünk. Nincs is. Hány átszállással lehet eljutni innen Magyarországon? Hát egy átszállás az kell, és attól függ, hogy mennyire vagy szemfüles, milyen olcsó járatok, milyen kalandos útvonalakat válasz. Mióta gyerekekkel utazom, azóta a legrövidebb, legkíméletesebb utat választom. A legrövidebb az mi? Hány óra alatt lehet odaérni? Csatlakozástól függ, de azért egy ilyen a legrövidebb talán 13-4 óra. Valahogy így, igen. Az húzós gyerekekkel. Megéri. Na jó, de hát és akkor gondolom nem is egy villám látogatás, tehát ha kimentek. Nem, általában, ha már kimegyek, akkor az ilyen 1-2 hónap. Na. Igen, legalább. És hogy mondod, igen. Hazamész? Amikor Gánába mész? Igen. És amikor onnan jössz? Hazajövök. Te miért jöttél egyébként Magyarországra? Mi hozott téged ide?
Egyetemre jöttem tulajdonképpen. A nővérem már itt tanult, itt járt egyetemen, és nekem is befejebb leérettségiztem, és szerencsés ember vagyok, mert opcióim voltak. Volt opció, hogy Gánában tanulok tovább valamelyik egyetemen, vagy kijövök ide Magyarországra, és én is egy kalandvágyó ember vagyok, és egy kicsit tetszett is a gondolat, hogy egy kontinenssel odébb a szüleimtől vajon mibe keveredek. És akkor jöttél először Magyarországra? Nem, de gyerekkorunkban voltunk azért párszor, itt van családja, édesanyámnak nekem van családom itt, úgyhogy van kötelék, és voltunk néhányszor. Kicsit nagy foglak kérdezni Gánáról, de most először Göncről, mert képzeld el, hogy... Gönci vagy? Nem vagyok Gönci, de én is zenélek, és bele is fogalmaztam egy dalomba, hogy a Gönci Barack Pálinka az a legjobb. Az etalon, ami leglegjobb igen. Itala. De hogy tényleg? Én majdnem azt mondanám, hogy a kókuszlé, de okay, igen, versenyeznek egymással. De hogy akkor ezek szerint... Te is ismered a Gönci Barackot. Hogy ne ismerném, persze. Ez ilyen kötelező? Tehát az anyukádnak is egy receptje erre? Vagy van, amikor jársz Göncön, akkor tudod, hogy hova kell menni? Kitől kell vásárolni? Vagy honnan kell beszerezni? Most is van Gönci Pálinka a kerencemben. Itt hol igazából. Mióta az eszemet tudom, ugye járunk Göncre, és miről híres Gönc? Hát Barack Pálinkáról. Meg a legváris finom, azért tegyük hozzá. Igen. És te mennyit jársz Göncre egyébként? Hát sajnos elég keveset. Hát úgy vérrokonok már nem is ott élnek Göncön, úgyhogy inkább az, hogy oda látogatunk, vannak barátok ott, de általában, amikor anyám van itt, és akkor úgy ugrunk le, de régen voltam. Most már, azt hiszem, tavaly voltam legutóbb Göncön. Koncerteztél már Göncön? Első koncertem Göncön tavaly volt. Igen. Igen. De jó. Igen. A Barack ünnepen, vagy hol? Nem, a művelődési ház hívott meg. Igen. De jó. Igen. De azért, igen. Mert hogy van Gönci kötődésed? Ezért? Hát anyám miatt. Fullosan totálisan. Anyám egy kapcsolattartó ember ráadásul, úgyhogy ő jóba van mindenkivel, és tartja is a kapcsolatot, úgyhogy onnan van az ismertség nyilván, és könnyű volt feleleveníteni. Igen. Szene a vendégem, és engem... Volt már, hogy valaki úgy jött be hozzám, hogy kiderült, hogy mondjuk van kötődése, felmenői mondjuk Lettországban éltek, és én Lettországról kérdeztem. Engem nagyon érdekel a nagyvilág. És a 18 évig Gánában éltél, és kíváncsi vagyok, hogy milyen Gána gyerekként? Tehát amikor onnan eljössz, akkor úgy jössz el, hogy tudod, hogy vissza fogsz menni, vagy úgy jössz el, hogy csak oda ne kelljen visszamenni? Én nekem is van egy nagyon erős gánai identitásom, tudatom, énem, lényem, benne van a véremben, és nagyon büszke is vagyok rá, és nagyon szeretem is Gánát. Pont most találtam meg egy pár ilyen fotóalbumot, amit így átfésültem, és abban vannak fotók benne gyerekkoromról. Nekem igazából baromi jó gyerekkorom volt így az emlékeimben, így ugye a szüleim is nagy társasági lények, szeretnek társaságban lenni, szeretnek bulizni, együtt lenni, és úgyhogy sok olyan emlékem van, hogy sokan vagyunk, együtt vagyunk, eszünk, iszunk, tengerparton vagyunk, valaki grillezik, szól a zene, ilyen jó hangulatú együttlétek. És én is egy bandázós kis csaj voltam, úgyhogy emlékszem a környéken, ahol laktunk, mi is csináltunk ilyen pixi klubot, ahol összejártunk nyári szünetekbe, és előadásokat raktunk össze a szünet végére, meghívtuk a szülőket, ilyesmi. Szüleim tényleg iszonyatosan jó fejek, és ilyen kapacitátorok voltak, mindenféle foglalkozásra elküldtek, vagy engedtek minket a dobolás táncolástól kezdve, kulturális nyári táboron át, judo, capoeira, balett, afrikai balett, mindent ki lehetett próbálni, és így nagyon színes és izgalmas dolgokba vettem részt, és anyám nagy utazó is volt, úgyhogy sokat voltam vele fesztiválokon, meg
De ott Gánán belül? Gánán belül, igen, igen. Úgyhogy utaztunk elég sokat, így jártam éjszakon, itt mi délen lakunk a fővárosba, de voltam egészen fenn éjszakon, apám a Volta megyéből van, az a, az ilyen keleti része Gánának, és ott is sokat voltunk. Nagy, gondolom a szüleim miatt, ők nagy családi lények, és kapcsolattartók, és anyám művészember, ugye nagyon sok művész barátja, ismerőse, rengeteget voltam divatbemutatókon, mert ékszereket adott hozzá, úgyhogy sok divatbemutató, meg galéria, meg megnyitók, meg ilyenek, úgyhogy ilyen színes, gazdag, és teli. Nekem jó, jó visszaemlékezni gyerekkoromra, nagyon. Azért érdekes ez, hogy így meséled, és tök jó, hogy így ilyen részletesen, mert szerintem nem vagyok vele egyedül, hogy Magyarországon él egy kép általában Afrikáról. Igen, mi van ott, igen. És lehet, hogy ebben ezek az olyan bugyuta filmek, mint az Istennek a fejükre estek közre edzik, hogy ott hogy igazából semmi, nincsenek is városok. Tehát, hogy ott jönnek, mennek az emberek, ruhájuk sincs. Igen, igen. És ezt képzeljük Afrikáról nyilván teljesen hibásan. Igen, elég hibásan, mert... És ez lehet, hogy tök rosszul esik neked. De hogy ehhez képest azt látjuk, hogy ott is ugyanolyan élet van, mint bárhol máshol. Abszolút, sőt. Abszolút, igen. Hát, ha gondolom, már csak béke volt egész gyerekkorodban. Tehát igen, igen, egy fejlődő, békés ország. Igen, igen, Gána még mai napig is le is kopogom, mert a béke ez egy nagy, nagy kincs, és egy törékeny kincs, de mai napig a Gateway to Africa ez a neve, egy békesziget ott a régióba, és nagyon remélem, hogy annak meg is marad, mert nem mondom, azt mondom, hogy könnyű Gánában az élet, átlag kereslet, átlag életmód szinten, de lassan-lassan sehol sem könnyű egyébként. De és akkor mit dolgoznak ott az emberek? Vagy miből élnek? Változat, figyelj, oda akartam nyugodni, bocsánat, visszatekerem egy kicsit a pedálaimat, hogy Akra, nem tudom hivatalosan most mennyi ember él Akrába, de szerintem alsó hangon 6 és 7 millió között élnek ott. Város, ahol igen, az egy bazi nagy konglomerát. Ez egy óriási város, és minden van benne, és azt dolgoznak. Van a felhőkarcolók, tehát minden van ott, ami itt is van. Minden olyan foglalkozás is van. Ugye fejlődő ország, Gána nagy exporter kakaóban, meg bauxit, manganiz, arany, ilyesmiben, úgyhogy bányák vannak, meg ezekhez kötődő üzletágak, stb. Úgyhogy, és ez csak egy város az Asanti megyébe középen, ott még nagyobb Kumasi városa, ilyen, szóval hatalmas nagy városok vannak. Persze, természetesen van olyan rész is, amit inkább a filmbe képzelnél, ahonnan apám van, az egy nagyon kicsi falu a Volta megyébe, ott kilépsz a házból, és dzsungel. Dzsungel előtted, dzsungel mögötted, hegyek, fák, dzsungel, pitonok, majmok, és dzsungel. Úgyhogy is. Turisztikailag fontos helyszín, Gána? Hát úgy nem egy turisztikai desztináció, mint nem tudom, Zanzibár, ami Afrikában van, vagy olyan helyek, ahol ilyen szafarik vannak, meg Gána nem egy szafari ország. Úgyhogy a tengerpart azért elég hosszan kísérni. Hát az egész déli határunk egy szép... Igen. Igen, az óceánpart, úgyhogy van turizmus, nem azt mondom, hogy nincsen, de nem úgy, mint nem tudom, Tenerife, Malta, vagy ilyesmi, nincs olyan nagy forgalom. Így szerintem azt én általánosságban az afrikai kontinensre lehet mondani, hogy nincs akkora mozgás ott, mint a Karib részeken, vagy a ismertebb Európához közeli desztinációkon. Megmondom, nem olcsó elutazni oda. Úgyhogy de... Hát de és nyilván a szomszédos országokból meg nem fognak oda menni, mert nekik azért van mozgás, nagyon sokan jönnek Nigériából, Máliból, Kenyából, ott a nagy nyüzsgő hely azért Akra, igen. Szena Dagadu a mai beszélgető társam. Gánában vagyunk még mindig a történetben. Érdekel, hogy milyen a gánai zene. Van-e olyan, hogy gánai népzene? És az különbözik-e legalább annyira az összes többi népzenéjétől, mint amennyire mondjuk a magyar is különbözik? Abszolút. Gánáról tudni illik, hogy ott nagyon sok nép
él. Sok aha. különböző nép. Úgyhogy a különböző megyékben tulajdonképpen teljesen más kultúrájú, más nyelvezetű, más étkezésű, más aha. öltözésű, más tradíciókkal rendelkező népek vannak. Tehát ugyan úgy, gánaiak, de mintha egy másik ország lenne. Igen, beülsz a kocsiba, mész 30 kilométert, és egy másik nyelvet beszélnek. És más a kultúra, más az más ötkezési kultúra, szokások. Igen. Igen. Úgyhogy úgy általánosítani, hogy gánai tradicionális zene, úgy olyan technikailag nincs. Nehéz, aha. de egyébként meg persze, a dob a ritmus hazája, aha, igazából nekem is mélyen a dobok és a dob ritmus a fő dolog, ami uh-huh. be villan a gánai tradicionális zenéhez, de vannak különböző táncok. Attól függ, hogyha délről egészen északra felmész, teljesen más hangzású zenék is vannak, más hangszerek, más hangszerelés, más ritmusképleteket használnak, de felismerhetően gánai mindegyik? Hát úgy, ezek úgy nehéz kérdés, hogy lehet, hogy az Észak-Gánába, Tamaléba közelebb a zenéjük mondjuk Málihoz, ami aha. fölötte van, vagy Burkina Fasohoz, vagy ilyesmi, ugyanis ugye a térképezése a kontinensnek az nem népcsoport igen. szerint volt elintézve, uh-huh. hanem vonalzóval is igen. ilyesmi, úgyhogy lehet, hogy egy másik ország lenne Észak-Gána uh-huh. technikailag, aha. hogyha úgy nézzük, úgyhogy ebből a szempontból nehéz azt mondani, hogy nagyon behatározóan gánai, de azért felismerhető ritmusok kötik össze az egész országot. Illetve van egy büszkesége Gánának aha. a 70-es évekből, 60-as, 70-es évekből a High Life zene, aha. ami a populáris zene volt annak idején, és az ilyen sok gitár riffekkel az volt a régió funkja, és Gána egy elég előre törő volt az egész nyugat-afrikai popzenei világba, a High Life. Kérdezni, hogy a te gyerekkorodban a világ zenéje az ugyanúgy eljutott Gánába, tehát koncerteztek az akkori világsztárok Gánában? Volt rá példa, igen, volt. Tina Turner is volt wow. Gánába például. És te ott voltál? Nem. Nem. De Nina Simone is volt, azon sem voltam. De ugye a fekete amerikai kultúrában mm-hmm. Gána egy nagyon fontos szerepet játszik. A panafrikanizmusban, az identitás gyökerek mm. keresésében Gána az első érkező pont. Mai napig úgy olyan turizmus van, hogy ez a Pan-African turizmus mm. és az afroamerikaiak elég sokat járnak oda-vissza Gánába mai napig. Mit akartam mondani? Most így kicsit hát belekalandoztam. Hogy igen, és szóval, hogy elég sok afroamerikai is járt Gánába, művészek, írók, mm. zenészek, költők, stb. Úgyhogy felbukkantak a zenei világba is. Meg például az egyik, az Osibisa zenekar, nem tudom, hogy mond valamit, persze, az is gánai kötődésű, úgyhogy van exportba is gánai zene, ami meghatározó volt annak idején. Úgyhogy mindig is volt nagyon muzikális ország, nagyon muzikális, és egy kicsit ilyen melting pot, ilyen olvasztó tégelyhely, és mai napig nagyon sokan járnak stúdiózni oda Nigériából, meg a környékről, ahol ugye egy hatalmas nagy zeneipar van, de még mindig ismert Gána a zeneisége, a zene stúdiók, szakemberek, stb. Úgyhogy egy aktív zenei világ van. De mikor találkoztál először a zenével, vagy mikor gondoltad azt, hogy te zenész leszel? Még ott Gánában, vagy ez már Magyarországon? Én zenével keltem, aludtam már tínédzser koromban, én addigra már teljesen bele voltam veszve, és szerencsére volt miből, mert mindenki a házba nagy zene szerelmes volt, úgyhogy volt gyűjtemény, úgyhogy mindig is imádtam a zenét, és nagyon sok zenét, nagyon sok fajta zenét folyamatosan mindig hallgattam.
De nem gondoltam, hogy zenész leszek. Az nem volt tervem. Nem. Gánában még nem voltál zenész, nem tanultál zenét. Nem. Aha. Nem. Az később jött, mikor ide költöztem, és elkezdtem tulajdonképpen keresni magamat, akkor az írással kezdtem el így terápiázni magamat, így felfogni. Hogy így, vagy normál írással? Írtam naplót, meg, és egyre rímesebbek voltak azok a dolgok, amiket írtam, és akkor... De azt milyen nyelven írtad? Angolul. Aha. És akkor jött egy ilyen viszkető dolog a fejem hátuljában, hogy milyen érdekes lehetne zenével, vagy így hogy néz neki, hogy honnan kapnék ilyen zenei alapot, így hogy. És aztán az élet bedobta elém, hogy úgy, hogy találkozol emberekkel, és becsöppentem jó helyen, jókor egy jó buliba, ahol a Budapest Underground krémjével sikerült egyből találkoznom, és valahogy jóba is lenni, és onnantól kezdve egy ilyen nagyon gyors folyamatba a magyar zeneiparba találtam magam. Amikor elköltöztél 18 évesen, jöttél ide tanulni, akkor az előbb már ezt kérdeztem, de nem kaptam rá választ, hogyha felteszem meg ilyen, akkor te tudtad, hogy te ide költözöl Magyarországra, vagy csak tanulni jössz Magyarországra? Én csak úgy jöttem, nem, mai napig nem tudok nagyon messzire tervezni a jövőbe, úgyhogy én csak jöttem az első akadályt, az egyetemet elvégezni. Az sem volt olyan könnyű, mert nem tudtam eldönteni, hogy mit tanuljak, meg és hol, mit meg hogyan. Végül elmentem abba az egyetemre, ahol a nővérem járt, és az egy brit egyetem, University of Hertfordshire, és Business Administration, Business Studies, üzleti tanulmányok, üzleti, közgazdaság, marketing, ilyeneket tanultam. De ezzel mi volt a célod? Tehát, hogy volt valami terv, hogy akkor ezt elvégzem, és az lesz belőlem, hogy? Nekem azzal az volt a tervem, hogy elvégezzek valamit, hogy ne piszkáljanak a szüleim, hogy van döntsem már el, igen, és a nővérem oda járt, mondom, jó, akkor tud segíteni, meg van minden tankönyve, ő pont két évvel előttem van, minden tud, úgyhogy tulajdonképpen meg tudom csinálni, ha nem próbálkozok túlságosan akkor is. Ez volt a terve. Addigra már elkezdtem egy kicsit a zenével foglalkozni, és sokkal izgalmasabbnak tartottam. És nem volt benned ez, hogy a diplomát, ha megszerezted, akkor visszamész? Vagy ez, tehát volt ilyen terv, hogy mi történik akkor, amikor ennek vége nem, van? Mire lediplomáztam, ott már elég komolyan foglalkoztatva voltam zeneileg is. Úgyhogy mutatott alternatívát, vagy opciót, így kerestem kis pénzecskét, így el voltam, már nem kellett minden havi bérletemet az apámtól elkérni, úgyhogy az már... De az amikor már nekik elmondta telefonon, vagy akár személyesen, vagy levelet írtál, hogy te végül is megtaláltad itt a számításod, és igen. Akkor ők mit szóltak ehhez? Hát apám úgy volt vele, hogyha meg tudok élni, ha tudok magamra vigyázni, akkor majd hogy nem tök mindegy, hogy mit csinálok, de hogy akkor csinálhatom ezt, hogyha biztos, hogy megélek belőle. És azt be kellett bizonyítani igazából. És onnantól nem szólt bele, hogy tényleg nem kértem már lakbért. Mm-hmm. És onnantól volt egy ilyen tisztelet tőle, hogy jó, akkor nézzük meg, hogy mi történik. És anyukát sem féltett? Anyukák mindig jobban féltik a gyerekeket. Igen, de anyukám is egy művész lélek, és ő megértette, hogy valami keresésbe belekezdtem, és ugye elég gyorsan volt eredménye is, mert az első lemezem, ide költöztem 2001-be, 2003-ban már decemberben volt egy lemezbemutató koncertem, volt egy lemezem, egészen sikeres volt, és voltak koncertjeim, közreműködéseim, stb. Úgyhogy neki is... Már meg tudtál élni abból, hogy zenész vagy. Hát jó, ne túlozzunk. Ne túlozzunk. Beosztottam a Mirelit rántott húst egy másfél hétre. Volt klasszikus értelemben munkád volt? Persze, mindenféléket csináltam. Casting irodákba beiratkoztam, árultam tombolát fűszoknyába, konferenciákon dolgoztam. Persze, dolgoztam telefonos kommunikációs, tudod, ilyen ügyfélszolgálatos cégnél, mindenféléket vállaltam, persze. Nővéred is Magyarországon maradt?
Nem, ő visszaköltözött Gánába. Ő most hát igazából akkor egyedül maradtál itt. Vagy hát úgy, aztán lett családod, tehát igen, hogy most már nincsen vagy egyedül. Igen. Szene Dagadó a vendégem, annyira érdekes a történeted, és olyan jól mesélsz róla, és olyan, én imádom a lelkesedésed. Az, hogy neked ennyire bejött a zene pillanatokon belül, az nyilván nem volt benne a pakliban, mert hogy nem. Sokan mások, akik elkezdenek zenélni, megjárnak egy ranglétrát, kivéve azok, akik mondjuk bemennek egy tehetségkutatóba. És ráadásul te az underground világból jössz, ami benne is van a nevében is, hogy ez nem egy ilyen populáris valami, ami el tudja nem. tartani az embert. Igen. De hogy te mégis megtaláltad benne a számításod. Az azért lehetett, mert hogy te különlegesebb vagy mind kinézetre, mind a kultúrádat tekintve, mint a magyarok? Fejtegetted ezt, hogy ez mitől lehetett, hogy ilyen hirtelen téged felkapott a pop szakma? Nem nagyon fejtegettem, mert igazából csak belemerültem. Nem kívülről néztem, hogy mit csinálok. Aha. Nagyon-nagyon sokáig, hanem belülről. Így csak mentem az árral igazából. És nyilvánvalóan az nem ártott nekem, hogy műfajilag nem nagyon volt versenytársam, kevés ember rappelt, vagy ilyesmi annak idején, csaj rapper, még fekete is, wow, yeah, cool. Úgyhogy nyilván volt olyan, ami az én advantage-om, hogy mondják, a előnyöm, igen, előnyömre szolgált, de igazából tényleg így valami akkoriban nagyon történt így az egész underground zenei világba, és nem csak én, hanem sok producer, sok DJ, sok MC így elindult egy ilyen folyamat szerintem országosan. Ez még a fesztivál éra előtt volt, ugye ilyen klubozások, meg kis bulik, pincehelyiségek, illegál partik, mindenféle izgalmas dolog, és én meg már akkor egy ilyen mindenevővé váltam, mert annyira kíváncsi volt, annyira izgatott a zenei világ, hogy életemben először láttam stúdiót, mikor a First One lemezt vettük fel, és az annyira izgatott, és tényleg olyan jó helyen voltam, oda járt nagyon sok mindenki, a Yonderboy, a Zságár, sok mindenki járt oda a stúdióba konkrétan, és nagyon sok producerrel találkoztam, és akkor kértek fel, hogy közreműködésekre. Drum and bass, persze, mi a, gyere, csináljuk, jazz zenekart csinálok, mondja Sabák Péter, gyere, persze, megyek, kipróbálok, és mindent kipróbáltam, mindent, szinte nem volt olyan, amire nemet mondtam. És talán ez volt az, ami érdekes és hajtott is előre, hogy tudták, hogy nyitott is vagyok együttműködésre, kalandokra, kipróbálásokra, és az úgy történt is, mert így jöttek felkérések, én meg kíváncsian és lelkesen belementem, és így a kapcsolatrendszerem is elég gyorsan épült, és a fejlődésem is elég gyorsan haladt, mert mély víz, minden helyzetben mély víz. De kellett tanulnod hangképzést, énekel, vagy bármi, vagy hát volt persze, neked korábban ugye, erre tanulmányod? Nem volt? Nem, ez a trial and error, próbáld és hibáz. Sokat hibáztam is, de sokat próbáltam is, és ez így alakult odáig, ahol most vagyok. Mikor volt az első pillanat, amikor azt mondtad, hogy jó, hát akkor megpróbálom ugyanezt magyarul? Hát szerintem az Airi Mafia zenei történetében volt, vagy nem. Még az Ányi Mafia első magyar, fogalmam sincs, melyik volt az Ányi Mafia első magyar dala, de szerintem volt Norbával írtunk egy dalt, és akkor magyarul írtam egy rappet, mert így ki akartam próbálni, hogy akkor mi történik. És aztán az Ányi Mafiával jött az, hogy jó, azért tök jó minden, de azért próbálgassunk, nyitogassunk, nézzünk meg dolgokat, és akkor ilyen 8-12 sorosokat így azért ki tudok magamból előszakolni, ha kell. Mit azt mondják előtt? Egyébként, meg némi tapasztalatom nekem is van, rapben nincs, de énekben igen, hogy sokkal könnyebb angolul énekelni, mint magyarul. És neked a magyar is anyanyelved, szó szerint. Igen. De azért ezt el tudom képzelni, hogy mondjuk rappelni abszolút nehéz magyarul az angolhoz képest. Hát nekem talán egy ilyen önbizalmi kérdés is a magyar nyelvi használatom a szövegírásba, mert
jó, hiába magyar anyanyelvű vagyok, Gánában születtem, nőttem fel, angol a hivatalos nyelv. Gánában végigjártam az iskola rendszert, mind angolul jártam, a írás-olvasást édesanyám ilyen extra órákat tartott nekünk délutánonként, és általános negyedikig van magyar iskoláztatásom, mondjuk úgy, úgyhogy mikor ide költöztem, akkor fel kellett zárkoznom, így a beszédem se volt ennyire sima, mint most. Most elég profi, ha engem kérdezel. De... Nincs összehasonlítási alapom, de szerintem, aki most találkozik veled először... De nem így beszéltem 20 évvel ezelőtt. Aki most hall először, hallja, hogy egy kicsit azért van valami akcentus. Hát igen, de még rosszabb volt 20 évvel ezelőtt. Tudom képzelni. Úgyhogy inkább az, hogy amíg nem... folyékonyan jön bele a fogalmazás. Most is, ha írok egy szöveget, azt le kell ellenőriztetnem, és sokat van olyan, hogy ezt nem így használják, ezt a kifejezést, ezt a mondatot. Hát, hát, jól hangzik, de hát ezt a szót. Szóval érdekes, így nehéz írásról beszélsz, én meg az előadásról kérdezem, az, hogy mennyire volt nehéz neked így reppelni, mert azt mondsz, hogy megírod magyarul vagy angolul, az sem mindegy, persze, de előadni meg még inkább nehéz lehet magyarul. Vagy az már mindegy, ha már megvan írva, akkor... Ha már megvan, akkor csak gyakorolni kell. Ha már fejben megszületett, akkor igen, már megy. Ja, az csak elénekled, vagy előadod otthon a tükörbe, a zuhanyba, a tükör előtt, a próbaterembe 60-szor, és akkor... Mai beszélgető társam Szena Dagadu, az Airi Mafia énekesnője. Az Airi Mafia, bár sokan az Irigy Hónaj Mirigye mondják, hogy a legnagyobb létszámú magyar zenekar, hát az Airi Mafia azért rátesz egy másfélszeres. Ti 12-en vagytok, nem? 11-en. De, igen, hát hogyha mindent nézünk, hogy a hangtechnikus, a ródok, meg mindenki, aki családtagként együtt vagyunk, akkor vagyunk legalább 16-an. És jó, már pedig számoljuk úgy. De színpadon 11-en vagyunk, 11. igen. Mikor alakult, és hogy kerültél te bele? Alapító tag vagy az Airi Mafiában? Nem teljesen, nem. Hát mi a Gimisat Crew nevű kis csapatot csináltuk sokáig, volt klubestünk is éveken keresztül, és tulajdonképpen ott a Busa is benne volt, a Kemon is benne volt, a Kalambó is felbukkant már annak idején, és a Horváth Gáspár és a Élő Marci, akik DJ-ztek, Airi Mafia Sound Systemet csinálták, ők kezdték el az Airi Mafia zenekart csinálni, és tulajdonképpen ott az a brigád, az nagyjából adta magát, illetve már volt egy ilyen kicsit ilyen hanyatlósabb időszak a Gimisatnak, és akkor így jól is jött mindenkinek, hogy van egy új produkció, meg egy izgalmas is, mert ugye élő zenével vitték tovább azt, amit addig nem csináltunk. És engem felkértek ott az elején, mikor alapították, de nemet mondtam. De miért? Nem éreztem be annyira, mutogattak számokat, ilyesmi, és mondtam, hogy hát annyira nem. És akkor nekem volt egy ilyen kis, ilyen, nem szakításom Magyarországgal, de pont akkor visszamentem Gánába egy huzamosabb ideig, és Airi Mafia nem második évébe, vagy hogy visszajöttem Magyarországra. Egyébként pont készültem, hogy visszaköltözzek Gánába, mert ott is belekeveredtem egy kreatív világba, és nagyon izgatott, és tetszett az egész. Úgyhogy pont csak azért jöttem, hogy azt a szobát, amit béreltem lakásba, azt így összepakoljam, és ne fizessem, és menjek vissza, és ott találtak meg a fiúk. És egy ilyen elég konkrét tervezettel, úgy az a 2 év, amit hagytam őket érlelni, az jót tett nekik, mert egy nagyon szép tervel jöttek, és egy majdnem kész lemezzel, és egy ajánlattal, hogy vegyek részt benne. Hát ez egy ilyen furcsa döntéskényszer akkor, hogy éppen vissza akarsz költözni a szülő hazádba, ahol szintén vár valami, ami izgalmas, ami akár sikeres is lehet. Igen. Egy furcsa dolog volt, de aztán tényleg annyira összeszedett volt az ajánlat, amit kaptam, és konkrétan így meg voltak hagyva részek verzékhez, refrénekhez, hogy így ezt kell csinálni, próbáljuk ki, ennyi meg ez a koncert lenne, ha tetszik, maradsz, ha nem tetszik, nem. És akkor úgy voltam vele, hogy jó, végül is vesztenivalóm nincs, úgyhogy vágjunk bele, nézzük meg, és mikor érezted azt, hogy jól döntöttél?
Igazából már akkor tetszett a munkamódszer, tetszett a, ott a élő Marci, most már házasok is vagyunk azóta, jó régóta, 16 éve együtt vagyunk, mert ott azért elindult vele egy olyan kapcsolódás, ami nem csak zenei. Ami eredményes volt, igen. Tehát nem csak zenésztársak lettetek, hanem társak lettetek. De ott a zenekarral is így volt egy vibe, valami, ott már érezni lehetett, hogy van köztünk egy kémia, működik, valami nagyon működik, és az már egy jó érzés volt, már ott jó érzés volt együtt színpadon lenni, és az már elkezdett így behúzni. És ráadásul még sikere is volt. Tehát, hogy nem hát csak a az zenekar, a baj. Nem csak a zenekar jött össze, hanem mi közönsége is volt annak, igen, amit csináltatok. Igen. Az ott a baj, az miért baj? Ne, viccelek. Igen. Nem rögtön nagy színpad és über siker, azért végig játszottunk elég sok kicsi helyszínt és elég kevés pénzért, és azért végig tettük a tiszteletköröket, de már ott is tényleg olyan gyorsan elkezdett épülni a közönségünk is, meg a zenekar közt még jobban a kohízió, hogy egyértelmű volt, hogy ez működni fog, úgyhogy követtem, még egy lemez, meg még egy lemez is, és szerencsére mi is tudtunk fejlődni, nagyobb színpadok, nagyobb helyszínek, több ember előtt, és egy tök jó kis dolog. És akkor onnantól kezdve az meg is szűnt, hogy te mondjuk vendégeskedsz máshol, vagy ez ettől függetlenül a zenekar hagyta, hogy te máshol is énekelj, ahova hívnak. Igen, igen. Hát ezt meg se kérdeztem, hogy lehet-e, ja, vagy sem, mert annál vízöntő vagyok, szeretem a függetlenségemet és a szabadságot, de mindenki a zenekarból csinál mást is, mert van mindenkiben annyi kíváncsiság és kreativitás, hogy kell, hogy a lételem, hogy csináljuk és foglalkozunk más dolgokkal is, igen. Szenna Dagadóval beszélgetünk. Az, amit ti az Airi Mafiával elértetek, az egy azért különleges dolog, mert amennyire én látom, tehát ez ilyen saját vélemény, hogy egy pillanatig nem akartatok megfelelni semminek, tehát sem stílusbeli elvárásoknak, sem közönség elvárásoknak, szerintem kiadó elvárásoknak sem. Tehát azt csináltátok, amit legjobban szeretnétek, ami jön a szívetekből, amiről azt gondoljátok, hogy jó. És így talált közönségre. Ezt én jól érzem? Igen, szerintem ez abszolút benne van. Meg az is, hogy úgy kevertünk stílusokat, ahogy szerintem senki nem nagyon mert még annak idején. Mai napig így egy boncasztalon se tudnád pontosan megfejteni, hogy akkor ez honnan jön, ez mi ez, és én nekem ez a varázs ereje is a dolognak, hogy így sok ízt elbír az, amit csinálunk. De amikor jön az első siker, és mondjuk nagyjából az érezhető, hogy a közönség minek örül a legjobban, mi az, amit legjobban vesz. Azt se nyomja rá a bélyegét a kreativitásra, hogy akkor megpróbálunk hasonlókat gyártani? Ha nem is az pontosan, de azért hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem alakult ki egy ilyen, hogy nem is tudom, hogy hány évvel ezelőtt, meg ahogy jóval nagyobb közönségek előtt játszottunk, és ugye van nem egy ilyen követelmény, de hogy miket kell eljátszani, amik alapok, amiket muszáj, és amiket aki kérnek. Aki hagyhatatlan dolog, igen. Az már elkezdte egy kicsit torzítani a képet, és aztán igazából az évek alatt különböző recepteket is használtunk a zenekar fenntartására. Egyrészt volt olyan, hogy ki éppen viszi a creative direction-t a dologba, és az váltott néha, és akkor kipróbálunk különböző dolgokat, és az egy kicsit így leszűkítette, hogy akkor ilyen fajtát csináljunk, magyar dalt csináljunk, fesztiválhimnuszt csináljunk, ilyeneket, és akkor már egy kicsit másképp alkotsz, nem csak, de nyilván ez is, érted, kórral is jár, helyzettel is jár, 18 éves az Airi Mafia, úgyhogy 18 év alatt minden volt már, amit el lehet képzelni az alkotási folyamatokban. Úgyhogy van egy ilyen, ami egy kicsit így tud egy, nem árnyat, hanem egy ilyen irányzatot így adni a dolgoknak. De érdekes, mert most is már készülünk a 20 éves
szülinapunkra a lemezzel, és érdekes látni, hogy most megint ez a mindent bele, mert mindenki hoz ötletet, mindenkitől jönnek a számok, és most megint jön ez a kavalkád érzés, mert ezt nem azt mondom, hogy tét nélkül csináljuk ezt a lemezt, de ezt saját magunk szórakoztatására gyártjuk tulajdonképpen, és nem specifikus, nem tudom, célokért, vagy ilyesmi, hanem csak úgy, és az annyira jó érzés. Az előbb azt mondtad, néha visszanyúlok egy-egy szóra mondatra, hogy vízöntő vagy, és ezt kihangsúlyoztat, hogy vízöntő vagy. Vagy ez fontos a te életedben, hogy... A horoszkópom. Egyáltalán a te horoszkópod, meg hogy ki milyen horoszkóppal rendelkezik, hogy másképp állsz-e hozzá emberekhez, ha mondjuk ki róla, hát annyira hogy... nem tudom mélyen, hogy most akkor ki milyen, ilyen sztereotipikus tágmondatokba, igen, hogy a férjem egy skorpió, én egy vízöntő vagyok, a fiam egy mérleg, ilyen kicsi-kicsi dolgokat tudok jellemzőket a asztrológiából, de nem vagyok úgy mélyen benne, hogy teljesen értsem, de egy szórakoztató. Úgy nem érdekel, hogy ki milyen jegyű, nem az határozza meg, hogy tudunk együtt lenni, vagy sem. Mondtad, hogy 18 éves az Iron Mafia, és hát ugye ez idő alatt neked születtek gyermekeid. Le kellett állni ahhoz, hogy ez megtörténhessen? Tehát szünetet tartott a zenekar, vagy ment nélküled tovább, vagy hogy oldottátok ezt meg? Hát az hamar kiderült, hogy nélkülem nem megy. Úgyhogy ilyen kisebb leállások, de ráadásul nem, várjál, a lányommal nagyon kicsi kis leállás volt, ő már négy hónapos volt, mikor már újra színpadon álltam. Most utólag nagyon kevés volt, és nem is akartam, és de viszont abból éltünk mindenki, úgyhogy nem nagyon adott az élet opciót. Nincs énekesnő, akkor nem csak az énekesnő nem keres pénzt, hanem az egész zenekar, és az egész a technikusok, mindenki, tehát az egész család. Igen. És ráadásul a férjed is ugyanebből él. Te már sokszor átbeszéltük, hogy mennyire hülyék vagyunk, de ez van. Úgyhogy ott egy nagyon rövidke szünet volt, és a fiamnál meg úgy, ahogy az élet megoldotta a szünetet, hiszen ő COVID. COVID előtt, igen, hát COVID előtt született, 3 hónapos volt, vagy mikor jöttek a lockdownok, úgyhogy az meg úgy oldotta meg, hogy otthon maradjunk. Az Iron Mafia mellett nyilvánvalóan lehet téged hallani, meg lehet téged látni, és mondtad is, hogy az első lemezed, tehát az még az Iron Mafia előtt neked már volt szóló lemezed, és van most is Szeno Dagadu szóló produkció, igen, tulajdonképpen. Igen. De az hol dől el, hogy akkor mikor, melyik kap nagyobb hangsúlyt? Erre nehéz válaszolni, mert így nehéz nekem legalábbis előre kalkulálni, hogy mikor van kreativitás, vagy mikor van úgy időszak, amikor kikívánkozik egy zenei mű, egy lemez, vagy ilyesmi. Azt nem véletlenszerűen, de az, amikor jön, akkor el kell kapni, alkotni kell, és akkor van valami, amivel foglalkozni, megszületik a baba, akkor onnantól ezzel foglalkozni kell vele. Csak amikor jön egy zene, tehát ki kívánkozik. Akkor hol dől el, hogy az hát Szenadon lesz, vagy Iron Mafia? Van, hogy lehet hallani, hogy ó, ez mafiás, ez arra működik. És van olyan, hogy megmutatom a zenekarnak, és nem kerül bele az Iron Mafia rosterbe. Van, hogy akkor én használom fel szólónak, van, hogy egy fiókba kerül, és semmi nem történik vele sokáig, és aztán jön egy külföldről egy producer, hogy csináljunk valamit, és én meg keresek szövegeket, mert nincs kedvem írni, és ott egy csodálatos szöveg, és akkor oda kerül. Szóval tehát ezek mindig szövegek? Van. Zenét nem írsz? De írok zenéket is, igen, az elmúlt időben már... És azt, hogy milyen hangszeren írod? Egy kompjúteren írom. Nem játszom hangszeren, ilyen programokat használok, Logicot használok. Oké, csak hogy annak a programnak is kell valamiféle hangszert kiválasztani hozzá. Hát egy kis MIDI billentyűzettel feljátszogatok dolgokat. Általában ezek inkább demók, amiket én írok, és azokat, hát a Lots of Trees lemez is, meg a Feathers is úgy, hogy aztán zenekarral
átjátszottuk, megszerkesztettük, átkomponáltuk őket. A zenekarnál, amikor saját produkciót állítasz színpadra, vagy saját dalokat, akkor arra figyelsz, hogy ne az Iron Mafiából válasz, vagy direkt az Iron Mafiából? Hát igazából pont a Senna Live Band az úgy állt össze, hogy az Iron Mafiával a dobos, gitáros és fúvós szekció, aha, viszont más billentyűs, más basszusgitáros, és de volt átfedés így a zenekar tagok közt, de szerintem ez nem nagyon fájt, vagy így annyira másfajta zene volt, mint az Iron Mafia, hogy az nem engem legalábbis nem zavart, vagy ilyesmi. De a zenekart sem? Ott voltak velem, úgyhogy ha zavarta volna őket, csak akkor nem jönnek. Hát igen, csak akik viszont nem voltak benne a te szóló produkciódban. Igen, hát nem, hát most is, én most egy trióban játszom, ami a élő Marci, a férjem, egy a pásztorákos fuvolás, meg én, és most inkább ez a trió az, amiben szólóban játszom, és például a Kemonnak a zenekarába játszik most a Iron Mafia basszusgitáros és dobos is. Úgyhogy így vannak ilyen keresztül kasul mozgások, de tényleg itt nem a... Nem, hát, nem tudom, fluid a dolog. Igen, régebben működött úgy, hogy a zenekarok és maguk a zenészek is annyira monogámok voltak, hogy csak ott lehetett zenélni. Még hát sem lehetett kacsintani egy másik zenekarban. Ma meg már mindenkinek lehet akár több zenekara is. Hát most ezt éljük így. Helyes. Senna Degadó a vendégem. December 16-a egy fontos időpont. Yes. Mert hogy készült valami koncertre, de azt megmondom őszintén, számomra ez most nem világos, hogy ez most szóló, vagy ez most az Iron Mafia. Dehogy is, ez az Iron Mafia. Ez egy Iron Mafia kis adventi kis koncertecske, ahol megfűszerezzük és kivesszük magunkat a komfortzónánkból, hogy egy kicsit karácsonyosítsunk néhány dalon, ami külön én szerintem egy nagyon vicces feladat, és egy tök jó móka. Szeretem, amikor valamit egy kicsit meg kell kihívással meg kell bolondítani. Úgyhogy egy kedves kórus fog csatlakozni hozzánk, és megcsavarunk egy pár Iron Mafia dalt, hogy milyen így karácsonyosítva. Hogy történik ez? Azt képzelem el az Iron Mafiáról, hogy ti felmentek a színpadra, és ott történik meg. Tehát direkt azért, hogy ti magatok is először halljátok. Valahogy ezt képzelem el rólatok, de ha jön egy kórus, akkor nyilván velük megpróbálni kell. Kell próbálni, persze. Hát nekünk tényleg a varázserőnk a színpadon együtt lét, az abszolút is és jól érzékeled, de igen, próbálunk. Úgyis próbálunk, hogyha fesztivál szezonra készülünk ilyesmiben, próbálni muszáj, mert azért össze kell hangolódni, és össze kell rakni műsorokat, nem könnyű amúgy mindig összerakni úgy műsort, hogy jó is legyen. És ugye élőben játszunk full totál, úgyhogy semmit nem használtok gépről. De van HD, takjel, van egy-egy hang, de azért full élőbe megy mellette minden. Ott vagytok 11-en a színpadon, plusz még a HD? Hát vannak olyan hangzású zenék, amikben vannak olyan soundok, olyan gegek, olyan dolgokat, amiket így inkább... Hát jó. Meg nem vagyunk saját magunk ellenségei, a korral haladni kell, vannak ajándékok a technológiától, és azokat kár kihagyni. Jó, tehát december 16-a Várkert bazárban lesz ez a koncert. Most közben az jutott eszembe, hogy egy pillanatra visszamennék én veled Gánába. Megyek januárban, nem jössz? Egyébként nagyon szívesen mennék, viszont arra kíváncsi vagyok, hogy milyen Gánában a karácsony. Hát gondolom az egyenlítőhöz közel, olyan nagyon sok hóesés nem szokott lenni Gánában. Nem, egyre több műhó van sok helyen, meg nagyon minden fel van díszítve, minden piros és télapok felfújva, vagy felfestve, vagy valamilyen módon tele van minden karácsonyosítva. Ugye az üzletek, a boltok, a bevásárlóközpontok, meg ilyenek, azok teljes őrületes pompában. Tehát ugyanaz van, mint itt Európában, tudom. Hát igen, így elterjedt egy...
Hát igen, de lehet, hogy más fokig. Nálam ugye a karácsony az a család és az ilyen családi együttlétek, és mi ilyen, nem azt mondom, hogy magyar hagyományba ünnepeltük, de tulajdonképpen igen. Gánában a 25-e fontosabb nap, mint a 24-e, de mi szent este voltunk ugye együtt, és akkor ajándékoztunk, meg ilyenek. És 25-en Gánában úgy általánosságban inkább a Christmas Day a fontosabb, de ez, igen, ez a... És anyukád miatt ti is halászlétettetek karácsonykor? Volt, hogy. Aha. Igen, volt, hogy igen. És töltött káposzta? Azt is, azt mindenféléket. Aztán így nem feltétlenül ragaszkodtunk a kajákban ilyen magyar kajákhoz igazából, hanem inkább ilyen ünnep, sok minden. De hal az bőven volt, mert apukám a kikötő mellett dolgozott, és nagyon jó hal, de jó lesz megint most halat tenni. Szeretem a halat. Tenger vagy kevés óceán. Halat eszem. Óceáni halak vannak, tehát hogy igen, nyilván igen. Nem ilyen édesvízi halakat ettetek, igen. Vagy esztek. Igen. Aha. Úgyhogy, jaj, most kimondtad, hogy hal, és összefutott a nyálatnámmal. És ráadásul, ha most mész januárban, akkor az egész család megy, tehát nem egyedül mész. Így általában mind együtt megyünk, most a lányunk, ő most nem jön, mert ő most már egyre nehezebben tud utazni az iskola miatt, így azért nem tudja az ember csak úgy egy hónapra kiszakítani, mert az neki nehéz. Most lesz 13 hetedikes, úgyhogy általános iskolába jár. Igen, 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 igen. Úgyhogy most egy kicsit módosulva, meg így csúsztatva érkezik, megy ki, hogy én a kisfiammal megyünk először, aztán csak... Szóval így ezt így logisztikailag nagyon meg kellett fejteni ezt az idei évet. Igazából arra voltam kíváncsi, hogy a Marci is megye veletek, de nyilván igen, akkor ő is menni fog. Hát már hozzászokott, már nem tud nélküle. Talán a hallgatók is látták, nem tudom, mennyire néznek a hallgatók televíziót, hát inkább rádiót hallgassanak, a tévét nézzük. Ugye Marci benne volt a Konyha Főnök című műsorban. Én nagyon drukkoltam neki, mert nagyon szimpatikus, ahogy főzött. De például, amikor kimentek Gánába, akkor ott főz. Persze. Ugyanúgy ott áll a konyhában? Igen, ő imád főzni, nagyon szeret. Egyrészt azért, mert tud is, meg szeret is, meg válogatós is, és, de kíváncsi is, és Gánában is vannak szuper alapanyagok, úgyhogy szeret, szokott is, abszolút. Meg már elkényeztetett minket, úgyhogy igazából, ha éhesek vagyunk, akkor ránézünk, nem a hűtőbe. Úgyhogy ezt elrontotta. Nem az a vita, hogy ki ne főzzön, hanem hogy ki főzzön. Hát, alap. Így ez a dádá, mit eszünk? Már mondja is, és hogy így elrontott minket teljesen, de hát... Jó, hát mondjuk ezért egy kicsit irigy vagyok, megmondom őszintén. Hát... Amit láttam, hogy amiket főz, az... Igen, meg szeret kalandozni otthon is, így szeret jókat. Helyes. Yes. Szerintem beszélgetünk, és egy nagyon fontos téma maradt így a végére, a vendégeskedés, mert nagyon sok vendégeskedésed volt, mondtad az elmúlt másfél évtizedben, vagy több mint két évtizedben, amióta énekesnő vagy, de szerintem a legkülönlegesebbek pont ebben az évben jöttek el. Ott voltál az István a Királyban, ráadásul egy olyan szerepben, ami önmagában nem is egy különálló szerep, de nem tudom, hogy nem miattad választották most szét a torda szerepét, de te megkaptad a Sámán asszonyt. Igen. És de jó, hogy megkaptam. És annyira jó volt, és én nagyon, nagyon szerettem, és sajnos nem a helyszínen, hanem tévében néztem, de nagyon-nagyon szerettem, de megmondom őszintén, egy kicsit féltettelek benne. Igen. És nem téged, mert tudtam, hogy te meg tudod oldani, csak ismerem a magyarokat. Igen, meg a kötődést a műhöz, ami az övéké igazából. Hogy egy ilyen műben egy afrikai lány mit keres? Igen. Nem mondom, hogy nem tudtam ennek a dolognak a súlyát úgy, ahogy, és hogy nem izgultam emiatt, mert izgultam miatta, de úgy nem volt kérdés nekem, hogy helyem van-e a dologba, annál már túl vagyok így emberi létembe, hogy nem találnak meg olyan dolgok, amikhez semmi közöm nincsen eleve, és hát egy fantasztikus szerep, és nekem is egy nagy megtiszteltetés, úgyhogy úgy magamat úgy nem féltettem, hogy most mit keresek benne. Inkább az volt, hogy fut, ezt
el ne. Ízéld, mert akkor viszont, De hogy az, hogy mit fognak szólni, az téged sosem érdekelt? Nem. Ez jó? Nem. Mert legtöbben ettől félnek. Igen, mondom, az ezen már hamarabb túl kellett lennem ezen a leckén az életbe, úgyhogy szerencse, nem szerencse, ezen már túl vagyok. És az már nem zavar, vagy nem kérdés, nem foglalkoztat. De olvastam, és ez nagyon megnyugtató volt, hogy hát ha azok is olvassák, akiknek esetleg ezzel problémájuk lehet, hogy te énekled ezt a szerepet, hogy neked gyerekkorodban ugyanúgy megvolt az István a király, mint ahogy nekünk itt Magyarországon. Igen. Tehát ott Gánában te ugyanúgy hallgattad a nagy lemezről ezeket a dalokat. Igen, úgyhogy mondom, így nekem nem kérdés, így úgyhogy abszolút. A te kultúrádnak ugyanúgy része, mint nekünk. Igen. És ráadásul azt is olvasom, és ez a legfantasztikusabb, hogy édesanyádnak a család neve Torda. Igen. Hát ez... Mondom, így jött a felkérés, és így mondom, hát ez fantasztikus. És az a még csodálatosabb, hogy édesanyám ott volt ezen élőben az előadáson, úgy intéztük, hogy ott lehessen, mert hát tényleg neki is, nekem is egy óriási szám így az életben, a karrierben, és a körök lezárása, és új körök megkezdésében, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon jó élmény volt. És aztán én láttalak, azt viszont már hál' Istennek láttam élőben, Pici bácsi mellett Presser Gábor koncertjén is ott voltál, és akkor arra gondoltam, hogy én eddig is szerettem azt, amit te csinálsz, teljesen mindegy műfajtól függetlenül, hogy most ezt Iron Mafiában, én nagyon szerettem például a Zságár dalban, ahogy énekelsz, tehát hogy mindent szerettem. De ezzel, mint hogyha felhelyeztek volna téged egy másik polcra, tehát hogy most egy másik polcon vagy. Érted? Tehát, hogy egyet úgy léptél feljebb. Hát azt ezt te érzed-e? Hogyne. Hát azért tudom, ki az a Presser Gábor. Gyerekkoromban is tudtam, hogy ki az, és nagy tisztelője vagyok, és nagyon szeretem a zenéjét, és mikor először dolgoztunk, vagy mikor először meghívott koncertezni a kongresszusi központban játszottam vele. Már az a légtér, egy légtérben lenni vele, az a munkafolyamat, amiben benne van. Még ha nem is ismerem, de ott találkozunk és együtt dolgozunk, már attól nagyon nagy megtiszteltetést éreztem, vagy éreznék, hanem feltételezve, hogy nem tudnám, mert egy iszonyatos tudástár és egy fantasztikus tanár. És szóval abszolút kérdeztem is, hogy te, én mit keresek? Hogy kerülök én ide? Mi ez? És igen, én is úgy érzem, hogy ezzel anyám fejtette ki nagyon jól, azt mondta, hogy te, Veronika, ez... Veronika? Ja, igen, most elszóltam magam. Te, Veronika, ez olyan, mint hogyha egyetemet végeztél volna, mint hogy lediplomáztál volna valahol. És igen, én is úgy érzem, másik polc, mondhatjuk így is, de egy mesterkurzus, és egy tényleg egy abszolút ilyen fantastic dream. Jó álom. Mennyire vagy te magabiztos? Mennyire vagy izgulós? Tehát amikor jön egy ilyen felkérés, akkor te azt tudod mondani, hogy oké, kicsit izgulok, de meglépem, vagy ez, hogy rettenetesen izgulsz? Rettenetesen izgulok, de mellette már azon is túl vagyok így a karrieremben, hogy az megállítson az izgulás, mert tudom, hogy mindig jobb, ha tovább tudsz lenni egy valamin, ami nagyon ijesztőnek tűnik, és meg is lehet lépni. És tök jó, hogyha fel lehet rakni léceket, és azt megtolni. Volt olyan, hogy nem sikerült, az is egy lecke, de annyi magabiztosság már, hála a jó égnek van bennem, hogy merem kipróbálni magam olyanba is, ami nagy falatnak tűnik. És fú, de örülök, hogy bevállaltam ezeket idén. Én is, mert szerintem és ráadásul tök jól állt neked, és nagyon szerettem. Nagyon jól éreztem magam, nagyon jó élmény volt mind a kettő. Igen. Mindaz, amit a magyar poprock piac ad neked, akár sikerben, akár lehetőségben, az elegendő? Vagy vágysz ennél mondjuk nagyobb sikerre nemzetközi szinten? Hát... lehet, hogy hazudok, hogy azt mondom, hogy nem, mert ezzel foglalkozom, ezt csinálom, de
érdekes, mert úgy olyan nagy konkrét vágyam, hogy most nem tudom, így ilyen világturnét csináljak ilyesmi, nem, nincs ilyen vágyam. Aha. Látom, hogy mennyire nehéz és mennyire elfoglaltató már az, amit most csinálok. Uh-huh. Családilag, kapcsolatilag, magam uh-huh. saját lelki, testi világomnak, és szerintem nem is nagyon tudok sokkal nagyobb léptekekben lenni most jelen helyzetemben. Kisgyerekkel, tinédzserrel, saját magammal, így a ilyenek. Úgyhogy látva ezt, hogy ez is egy mennyire megterhelő életmód, így óvatosan vágyok sokkal többre. De viszont a kihívásokat, azokat szeretem. Nagyon jó lecke volt idén ez az István a király is, meg a Presser Gáborral az együttműködés. Nagyon jó tanulási folyamat volt ilyen társulattal, ilyen nagy produkciókban részt venni. Nagyon izgat, nagyon tetszik, és szeretném is ezt még csinálni. Ez tőled függ, hogy megy-e tovább? Vagy te hajtod ezt? Tehát, hogy keresed a lehetőségeket? Kilincselsz? Milyen vagy? Nem kilincselek. Általában megtalálnak dolgok, és remélhetőleg ez is vezet oda, hogy valakinek eszébe jutok valami a szerephez, vagy valami. De lényeg az, hogy úgy nem vágyakozom, hogy legyen enyém a világ, ilyesmi. Inkább összeszedettségben legyek több. Sokat foglalkozom a saját mentál higiéniámra az elmúlt évbe, és sokkal fontosabb, hogy jobban legyek magammal, és kiegyensúlyozott legyek, és tudjak foglalkozni a gyerekeimmel. Most pont mind a kettőnek fontos életszakasza van, hogy legyen lélek jelenlétem velük lenni, úgyhogy úgy nem vágyom, mert tudom, hogy meg is kapnám az élettől, de közben nyitott vagyok, hogyha érted. Hogy én értem. Igen. Olyan gyerekek, akiknek a szülei, mind a kettő zenész, foglalkoznak a zenével? Kötelező otthon zenével foglalkozni a gyerekeknek? Hát a lányom, ő zongorázik. Aha. Ő 4 éves korába kezdte el, és az van, hogy most már nagyon ügyes. Uh-huh. Nagyon ügyes, hallatszik a játékában, szívesen is gyakorol, saját zenéket is komponálgat, írogat, kis zongoradarabokat, úgyhogy benne van hajlam. Uh-huh. A kisfiam meg ninja, és fantasztikus ninja. Ő most hány éves? 4. Kis ninja akkor még. Kis ninja, de jó ninja. Sajnos lejárt az időnk, de nagyon jót beszélgettünk, és én nagyon hálás vagyok, hogy én is, nagyon köszönöm szépen. Szena Dagadúval beszélgettünk itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban. Emberek a történetek mögött. Lazítson a nap végén hétfőtől csütörtökig este 8-tól Abaházi Csabával a Retro Rádióban. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.